estét kívánunk! Köszöntjük kedves nézőinket a most már igencsak hosszúra nyúlt versenysorozatban. Ránézve az órámra látom, hogy hajnali 3:30 van, és hát bizony csak most ugrunk rá a Magyar Televízió 3. nemzetközi kőműves versenyének utolsó döntőjét. 6 mester jutott a döntőbe, a sorsolás folyamán kialakult sorrendben, tehát a következők. Tóth S. István, Magyarország, a 3-as számú építőipari vállalat amatőr művezetője, Günther Spackl, NSK, Karlsruhe, Sitlehordó, James Foxter, USA, vállalkozó, Tokoshimo Pakura, Japán, Okinawa, komputertervező, zongorista, Omushi, Weiler Zoltán, Csepelvas és fémmű per Fushi, Vladimir Nikolajevics Glett, a Szovjetunió népművésze, az Észt Szövetségi Köztársaság Tallini Filharmóniai Társaságának titkára, Falazó. Hát, a legjobbak maradtak a döntőben, komoly és feszített tempójú versenyre van kilátás, és most az elvérzettekről néhány szót. Az elődöntőben már bizony számítani lehetett a magyar Mészáros Pál kiesésére. Már a betonozásnál túl sokat nézegette a statikai rajzokat, és a falak hangulatán sem tudott belül maradni. A nátszövet felrakásánál még reménykedtünk, de amikor tegnap délután lazán nekidőlt a második emeleti erkély nem létező korlátjának, menthetetlenül kiesett. Mint ahogy azt már jó néhányszor elmondottuk, a versenyzőknek egyrészt ugyanazt a feladatot kell elvégezniük, Balassa Sándor zeneszerző révfülöpi nyaralóját kell felépíteni. Mégpedig Schwarzban, feketén, ezért is nyúlik ilyen késő éjszakába a verseny. Ez tehát a kötelező része a döntőnek. A szabadon választott feladatot választhatják Kodály Zoltán köröngyének teljes renoválásából. Lehet próbálni, vagy rögtön vakolni. Páros oldal, vagy páratlan, ahogy húzzák. Részfeladatként pedig egyszerű falhúzás, tégladobálás, kanaszta, vakolatleverés, 14 lapos römi, betonozás, simítás, citlingelés, elalvás. Hát nem könnyű, nem könnyű. 3/4, mindjárt virrad. Kapjunk bele, emberek! A játékos kiáróban már is Günther Spackl, NSK. Mivel a próbálás nyelve ma is német, a fordításban, a tájékozódásban, a szakszerű történések kommentálásában segít önöknek Sebestyén János, csembaló és kandalló művész. Das Balassa Günther und Samuel. So wie langsam, langsam und bunt jetzt. Spackl úgy látszik nem egybe húzza föl a nyaralót, hanem előbb próbál. Az egyes fontosabb témákat veszi sorra. Próbálják meg úgy, mondja, hogy ne zuhanjon annyi por a saját fejükre. Álljunk le, most csak a vakolók. Itt a mester azt akarja, hogy egyenes felület jöjjön lé. Verjék szét, amit eddig csináltak, és próbáljanak meg a spaklizók kevesebbet enni. Und zu spät das Telehaba... És jöjjenek korábban a habarók. Nem most, hanem reggel jöjjenek korábban. És ne zabáljanak 9:30-ig, mert így egy év alatt se lesz kész. Most magát Balassa tanár urat látják a képen. Zungleisten mich overall und jetzt anders lassen alles gut machen. Azt kéri, hogy menjenek újra az első fúgától. Felhívja a figyelmet, hogy baromi ronda a fúga, pedig nagyon fontos. A klinker téglánál minden a fúgázáson múlik.
Újra kezdtek fugázni, de leesett a fal. Herr Kellermann, bitte, Herr Kellermann. Zugenannten aus Dobeleiten. Azért szól Spackl, hogy nem szép, hogy amit raknak estélig, leomlik reggel. Ezután részpróbát tart külön Józsival. Józsi, na, gázd, ne nevédek. Mondj ezt, komán. Das ist keinen, das ist keinen. Na, danke. Azt kéri, hogy ha lehet, alulról kezdje Józsi a téglák fölrakását, ne fölülről, mert össze fog dőlni ezeket. Sogenannte Haus, bitte schön. Megkérdezi, hogy láttak-e már házat. Mosolyognak a segédmunkások, még nem láttak eddig. Kéri, hogy majd nézzenek meg egyszer egy. A vonósok kérdezik, hogy mikor húzhatnának már egyet. Spackl elpirul és kéri, hogy bírják ki. Nem úgy, a demizsomból, mondja Józsi. Spackl arra szólítja föl a szólamot, hogy próbálják megérezni inkább a cement szépségét. Und ein Bier bitte, sag ganz liebe Orden. Józsi javasolja, hogy legalább egy sört igyanak már végül. Na. Ez papír, und lehet, hogy unser Nummer szakni. Neki betűi vannak, a munkásoknak pedig számai, de azért kérdezik. Ein, zwei, drei, vier, de fünften. Öt üveg sört oszt ki a fiú között. Menjünk az ötödiktől akkor újra. Menjünk le a kocsmába, és hagyjuk a francba az egész. Huszadik perc, Günther Spackl-t látták, NSK, Karlsruhe. És sajnos bármennyire is belefeledkezünk a mű szépségeibe, a nyaralókészítés gyötrelmes gyönyörűségébe, az idő lejárt. Most pedig kérjük a zsűrit, hogy ébredjenek föl, reggel 5:30. De zsűri! És bár semmi dolguk nincs, pontozniuk immáron nem kell, mégis bemutatjuk őket. Mr. Douglas Thornton, Anglia, bádogos, kőműves. Szabad kőműves. Kőműves Sándor, színművész, a zsűri elnöke. Séren Ildikó, Magyarország, a malév légiutas kísérője. Turán László, Korda György, zongora kísérője. Mr. Empire State Building, USA, felhőkarcoló. Petrovics Emil, zsűritag. Joseph Barbara és William Hanna, rajzfilmrendezők. Vágó Zöld Zsófia, magyar hangok Képesi József, Andai Györgyi, Mécs Károly, magyar szöveg Szalóki József, szinkronrendező Gerhard Pál. Szerkesztette és a játékot vezeti Egri János. Vigyék ki! Riporter Szegvári Katalin, már holnap este van! Ne! Még ne! Itt a kőműves verseny, a borítékra ne felejtsék el ráírni, van képünk hozzá. Segítség! Mindenki szavazzon a Farkasréti temető kolumbáriumában elhelyezett urnákban, ahol a 6 még életben maradt versenyző képe is látható. Elhelyezhetik virágcsokraikat, rendőrkordon kerüljük a feltűnést. A néni kire szavaz? Robert Maxim, Egyesült Államok! Nem ápolsz engem, anyám! A 171-840-es számon lehet telefonálni. Hogy találta ki? Fellini 8,5-ének duplája, az 1954-es foci VB döntőjének eredménye, és két róka eszik egy macskát. Gratulálunk. Jöhet a 60 forintos kérdés. Szerkesztette Buzáné Fábri Éva, rendezte Buza Fábri Zoltán. Florian! Bocsánat, más műsorok is ide kapcsolódnak, és most következzenek hazai tudósításaink. Befejeződött a Magyar Televízió 3. nemzetközi kőműves versenye. A riportereket ápolják.